A Neumann János Egyetem modellváltást követő időszakára vonatkozó 2020. évi beszámolója a példaértékű és sikeres együttműködés visszaigazolása is egyben. Az intézmény adózott eredménye pozitív, amely a modellváltást követően végrehajtott szerkezeti és gazdálkodási folyamatok újragondolásának köszönhető. Az egyetemi és a kuratóriumi vezetés egyetért abban, hogy a Neumann János Egyetem modellváltása sikersztori lehet a hazai felsőoktatás új rendszerében. Mai vendégeim dr. Fülöp Tamás rektor és Maráz Vince pénzügyi igazgató, akiket köszöntök is a stúdióban. Szép estét kívánok! Szép estét kívánok! Először az intézmény gazdasági vezetőjét szeretném kérdezni, hogy a teljes gazdálkodást és a mérleg főszeget tekintve hogyan alakultak ezek a számok? Először is szeretném megköszönni a meghívást, a lehetőséget, mint a Neumann János pénzügyi igazgatója néhány gondolattal kiegészíthetem a 2020-as évre készített éves beszámolót. Mi köszönjük, hogy eljöttek. A 2020-as év teljes képéhez egyébként hozzátartozik, hogy július 31-ig volt egy államháztartási időszak, amely időszakot egyébként egy záró beszámolóval az egyetem határidőben maradéktalanul lezárt, majd ezt követően augusztus 1-től következett ugye a modellváltási időszak, és erre az 5 hónapra vonatkozóan készült el az éves beszámolónk. Ha a sarokszámokat tekintjük, akkor mérlegfőszegünk 8 milliárd forintot tett ki, az 5 hónapos bevételünk az 1,4 milliárd forintot éppen meghaladta, és az adózás utáni eredményünk 86 millió forint volt. Én azt gondolom, hogy minden gazdálkodó szervezet életében rendkívül fontos a pénzügyi stabilitás, azaz a likviditás. Én azt gondolom, hogy ha bárki megnézi a beszámoló adatait, auditált adatait, akkor látja, hogy a likviditási rátánk az nagyon jó, nagyon magas, ami azt jelenti, hogy kötelezettségeinknek maradéktalan időben eleget tudunk tenni. A számok nyelvén ez azt jelenti, hogy a modellváltási 2,7 milliárdos pénzeszközállománnyal kezdtük meg, és gyakorlatilag nagyságrenddel ezzel is zártuk az adott évet. És a plusz összeget esetleg azt mire fordítják? A plusz összege vonatkozóan a kuratóriumi határozat született. Gyakorlatilag a két lehetőség van, kivétel és hogy benhagyjuk a működésbe. A határozat azt tartalmazta, hogy eredménytartalékba kell helyezni az eredményt, ami azt jelenti, hogy jövőni fejlesztéseknek a fedezetét biztosíthatja. Kérdezem rektor urat is, hogy ön mit gondol erről? Én úgy gondolom, hogy ez a stabil és kiszámítható gazdálkodás egy nagyon jó lehetőség az intézmény számára, hiszen azokat a hosszú távú és középtávú célkitűzéseket egy megfelelő alapra tudjuk helyezni, amelyek a következő időszakban az intézményfejlesztési tervben is megfogalmazódtak. Hát én biztos vagyok abban, hogy ez a gazdálkodás egy olyan bázist, egy olyan alapot jelent a következő időszak elképzeléseinek a megvalósításához, ami egy stabilitást és egy nyugodt gazdálkodást teremt az egyetem számára. Én azért most szeretnék ehhez az eredményhez gratulálni, és jól gondolom, hogy ez más egyetemeken azért nem így megy. Más egyetemekkel kapcsolatban nyilván pénzügyi alapinformációink csak a nyilvánosságra hozott adatok vannak. Bennünket elsősorban az érdekel, hogy a Neumann János Egyetem gazdálkodásában és nyilván itt a fenntartóval, a kuratóriummal való együttműködésben ez a fajta stabilitás és ez a fajta kiszámíthatóság megtalálható, és ez egy nagyon jó üzenet a partnereink felé és a vállalati kapcsolatok felé, és természetesen a hallgatók felé is, hiszen egy vonzó felsőoktatási intézmény az mindig jól is gazdálkodik. Annyit talán még engedjen meg, hogy a beszámoló készítéshez hozzáfűzzek, hogy ez egy rendkívül nagy munka volt, amelyben egy több évtizedes nemzetközi tapasztalattal is bíró könyvvizsgáló cég segítette a munkánkat, akik gyakorlatilag nem csak azt biztosították, hogy a törvényi előírásoknak megfelelő beszámoló készüljön, hanem egyéb hasznos információkkal is segítették a pénzügyi kérdések megválaszolását. A következő években milyen arányú növekedéssel számolnak? Mire lehet számítani? Kérdezem rektor urat akkor most. Hát elsősorban ugye a hallgatói létszámra vonatkozóan azért mindenképpen szeretném azt megfogalmazni én is, hogy egy nagyon ambíciózus célkitűzést állított maga elé az intézmény. Az idei felvételi adatok egy nagyon pozitív visszacsatolást jelentenek egyébként a korábbi időszak beiskolázásával kapcsolatban. Körülbelül 15%-os növekedést tapasztaltunk az előző évhez képest. Ez egy nagyon pozitív és megerősítő üzenet a hallgatók részéről, ezen dolgoznunk kell.
Természetesen látjuk azt, hogy az egyetemünk országos beiskolázással is rendelkezik, sőt bizonyos képzések esetében akár határon túli hallgatói vonzerővel is rendelkezik az intézményünk, gondolhatunk a járműmérnök képzésre vagy a gépészmérnök képzésre. Ha a hallgatói létszám növelését célul tűzzük ki, akkor viszont nyilván nem csak a középiskolás korosztályokban kell gondolkodnunk az elkövetkezendő időszakban, hanem speciális képzési, rövidebb képzési ciklusokkal a felnőtt képzés területén is szeretnénk egyre határozottabban szerepet vállalni. Ez ugye az élethosszig tartó tanulás filozófiájára alapozva egy más korosztály megszólítását és egy más réteg megszólítását is jelenti. Ezzel érthetem azt, hogy nem csak a hallgatókra tekintenek, mint potenciára, hanem a piac szereplőire is lényegében, hogy ezáltal... Természetesen. Tehát egy nagyon összetett és komplex kapcsolatrendszerrel rendelkezik az egyetemünk. Mi önmagunk számára ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy egy tudásszolgáltató platformként szeretnénk itt a térségben működni. Ebben benne van a képzések, a továbbképzések, a módszertan kérdése, és természetesen azok az akadémiai alapfeladatok, amik mondjuk a vállalati együttműködésre épített, kutatásfejlesztési együttműködést és az ebből származó bevételeket is jelenti, illetve a klasszikus felsőoktatási alapfeladatokat, tehát akár a képzéseinknek a bővítését, új képzések bevezetését, itt akár gondolhatunk már az új védelmi ipari területen elindított képzéseinkre, ugye a fegyvertervező szakmérnöki, illetve szakirányú képzésekre, ezek új potenciált és új lehetőséget tartanak. Azt szeretném volna kérdezni, hogy lehet egy kicsit részletesebben hallani az együttműködésekről, tehát hogy még ezen a hadiparon kívül még mire lehet gondolni? Természetesen, mint felsőoktatási intézmény partnerei vagyunk, akár vállalatoknak, akár szervezeteknek, akár önkormányzatoknak is. Kiemelném ezek közül természetesen a vállalati együttműködést. Egyrészt azért, mert a duális képzés az egy meghatározó képzési forma az egyetemünkön. Ez egy nagyon fontos bázisra épül a Kecskemét és térségében, illetve akár országosan is megjelenő nagyvállalatok, multinacionális cégek, vagy közép-kis vállalkozások is azok, akik ebben érintettek. Ugye maguk a képzés jellegéből adódóan a hallgatóink azok, akik itt szerepet tudnak vállalni, és fontos az ő gyakorlati felkészítésük. A másik része pedig azok a kezdeményezések, amelyekben mi magunk is úttörő szerepet vállaltunk, akár itt Kecskeméten és térségében, a város térségében. Gondolhatunk itt például az idősödő társadalom kérdésével kapcsolatban a Cédrusnettel kötött együttműködési megállapodásra, vagy ami most nagyon aktuális, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával fogunk egy együttműködési megállapodást kötni, hogy az egyetemünkön keletkező innovációs teljesítményeknek a védelméről, a gondozásáról tudjunk majd megfelelő támogatással partnereink, illetve hallgatóink felé bírni. Pénzügyi igazgatóhoz fordulnék, hogy a folyamatokat, illetve milyen intézkedéseket terveznek? Ugye gyakorlatilag ezt a feladatkört pozíciót idén április 1-től töltöm be, tehát egy ilyen két hónapos időszak van mögöttem, de már ezen rövid időszak alatt is nagyon sok olyan javaslat jött a kollégáktól, akik rendkívül nyitottak, innovatívak voltak. Ezeket a gondolatokat már összegyűjtötték, rendszerezték, és ennek mentén egyébként már elindultak a folyamatoknak az újragondolása. Tekintettel arra, hogy hozzám feladatkörileg a támogató és funkcionális területek tartoznak, legfőképpen ezek vannak a fókuszban. De hogyha mondjuk kettőt kiemelhetnék, akkor mindenképpen azt mondanám, hogy mondjuk egy nagyon jól átgondolt controlling rendszert kell kialakítanunk és megszilárdítanunk, hogy a működés transzparenciáját biztosítsuk, hogy itt minden időszakban pontosan lássuk, hogy milyen gazdasági teljesítményt értek el az egyes szervezetek, ahhoz, hogy hatékonyan működjünk, hogy a munkatársaknak a munkáját ez segítse, és ez a rendszer a vezetők döntéshozatalát támogassa. Emellett elkezdtük az irat és dokumentum kezelő rendszerünknek a felülvizsgálatát. Célunk az, hogy a legalapvetőbb iratkezelési feladatokon messze túlmutatóan eljussunk a digitalizálásig, ezzel is biztosítva a hatékony működést. A fenntartó alapítvány kuratóriumával az együttműködésük milyen? Hát én azt gondolom, hogy bátran mondhatom, hogy példaértékű. Én azt gondolom, hogy érdekazonosság van, közösek a célok, és megtaláltuk a közös hangot.
Ha egy konkrét példával kell ezt illusztrálni, egyébként az előbb említett controlling rendszer kialakításában Nagy Zoltán ura kurátor, egyik kurátorunk aktív szerepet vállal, szeretnénk az ő több évtizedes tapasztalatát is beépíteni ebbe a rendszerbe. Rektor úrhoz fordulnék, hogy ilyen hosszú kihagyás után milyen újdonságok azok, amik felkelthetik a diákok vagy a leendő hallgatók figyelmét, érdeklődését? Épp a mai napon egyeztettem a hallgatói önkormányzat elnökével, és hát valóban nagyon sok adósság az, ami felhalmozódott a járványügyi korlátozások miatt a hallgatók életében. Igyekszünk pótolni természetesen. Sokrétű tapasztalattal rendelkezünk már a digitális online oktatás területén, de ez nem pótolhatja nyilván a személyes jelenlétre alapozott oktatást. Nagyon bízunk benne, hogy a fokozatos járványügyi korlátozások feloldása az majd ezt a normál működést nálunk is bevezethetővé teszi. Egyébként áttekintettük azt a rektori kancellári utasítást, amely pont ezt a belső szabályozási környezetet alakította ki, és örömmel jelenthetem, hogy fokozatosan nálunk is elindul majd az életnek ez a része. Az első ilyen fontos eseményünk lesz majd a diplomátadó ünnepi szenátusülés, amit most már hallgatók jelenlétében fogunk tudni megtartani július 9-én, ez egy nagyon örömteli esemény, és jelezni szeretném, hogy az elmaradást is pótolni fogjuk, hiszen vannak olyan aranydiplomásaink, akik 1970-ben végeztek a GANF karon, ők most már 50 éves jubileumukat fogják ünnepelni, tavaly évben a járványhelyzet miatt nem tudtuk megtartani, de idén megtartjuk, és úgy, hogy már a 71-ben végzetteknek is, akik most fogják ugye az idei évben az 50. évfordulót ünnepelni. Ezek fontos dolgok az egyetem életében, szimbolikus eseményekről van szó, és nagyon készülünk arra, hogy az első éves hallgatóknak pedig a gólyatábort meg tudjuk rendezni, hiszen ők ekkor fognak megismerkedni az egyetemmel, a várossal, az itt élőkkel, és nagyon bízom benne, hogy ez egy nagyon pozitív üzenet lesz majd a leendő hallgatók számára is. Ha azt megkérdezem, hogy egy pár szóban mit üzen a jelenlegi, meg majd a jövőbeli diákoknak, akik most elsősök lesznek, akkor mit mond rektor úr? Én úgy gondolom, hogy egyre vonzóbb felsőoktatási intézménnyé vált a Neumann János Egyetem, nem csak az infrastruktúrális adottságai, nem csak a stabil gazdálkodása miatt, hanem az a kiválóság, amit mi képviselünk a piacon, úgy gondolom egyedülálló. Ezt a következő időszakban szeretnénk sok-sok új és innovatív megoldással továbbfejleszteni, és talán a legfontosabb üzenet az, hogy nagyon várjuk már a hallgatókat vissza az egyetem falai közé, töltsék meg élettel az egyetemet, töltsék meg élettel a mi mindennapjainkat, mert hát azt gondolom, hogy ez a legfontosabb küldetése egy felsőoktatási intézménynek. Legyen ez a végszó. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is, hogy itt voltak, és minden jót kívánok igazgatónak és rektor úrnak is. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.